A mai videóban hívjatok csak Stuartnak, mert én leszek a légiutas kísérőtök. Szevasztok srácok, nyitunk egy saját légitársaságot. Szerintem már játszottam ezzel a játékkal, mindjárt meglátjuk, hogy van-e benne mentésünk, de az egyik kedves nézőmnél ezt láttam, úgy döntöttem, hogy térjünk bele vissza, mert nagyon szuper kis szimulátornak tűnik. Lehet, hogy mégsem játszottam még vele. Ez nagyon epic szimulátornak tűnik, ahogy figyelj, rendesen meg van csinálva. Sajnos Airport Musicot is le kell vinni meg mindent. Grafikát max high, NPC render distance, mindent mehet. Full Robloxon belül ez egy epic Steam-es játéknak tűnik. Igaz, Among Us hangja van, de se baj. Na! Srácok, meg fogjuk nyitni a saját epic menő légitársaságunkat. Ugye nem Stuart Desek leszünk, hanem Stuartok leszünk, azok a férfi légiutas kísérők. De még mielőtt belevágunk, hagyd mutassam meg, hogy a tuttishop.hu-n, a mi saját webshopunkon már kaphatóak a leges legújabb Tutti Juice Original kulacsok, 650 ml-es palackok, amik egy Tutti Juice-nak a dobozát reprezentálják. Online már be tudjátok szerezni, csekkoljátok le nyugodtan a Tutti Shop-on. Továbbá van egy nagyon menő szuper egérpadunk is, hogyha valaki úgy gondolja, még egyszer tuttishop.hu-n, ott vannak a cuccok, én meg is pecintem a Zero Tuttinkat. Isteni Tutti Frutti ízű eredeti üdítőital, és teljesen cukormentes, és ha esetleg valaki sajnos cukorbeteg, vagy csak szimplán Beachbody-t szeretne nyárra, a Zero Tutti Juice neki való. Na szóval! Először is kell csinálnunk egy légitársaságot, ahogy látjátok, mondtam, még annó csináltunk ilyet, de semmi baj, szeretnénk egy újat, akkor ez nem mentés, ezt csak alapból megkaptuk. A nevét át tudjuk írni a Tutti Airline-ra, jó? Tutti Airline, tökéletes, ezt szeretnénk kiválasztani, ezekből a repülőkből választhatunk, ezek nagyon durva magángépszerű gépek, 11 játékos, 11 ember fér rá, nem mondod, hogy rendesen tudom a repülőt is testre szabni, oh boy, kicsit lehetne kékebb, jó, hogy ez most $20 kerül, nem baj, figyelj, legyen kék, sötét kék, ennyi, csak ennyit cseréltünk, jó, kicsit kék, sötét kék, mint az eredeti Tutti Juice-nak a doboza, ugye sötét kék és világos kék, szuper. Nagyon jó, maximum $400 kereshetünk. Hova fogunk repülni itt Európán belül? Jó, hogy ezeket most meg kell venni még? Jó, akkor először ezt az utat kell végigcsinálnunk. New Yorkból megyünk. Azt mondja, hogy menü, ami majd lesz, és economin ezek vannak. Úgy látom, amiket, ja, hogy ki tudjuk választani, hogy miket lehessen venni. Nem lesz business classunk, se first classunk. Gumicukrot, ezt mindenféleképpen megveszem. Gumicukrot is lehessen kapni, és egyelőre szerintem ennyi elég, inni valónak pedig, hát sajnos nincsen Tutti Juice, de minden más megvan, úgyhogy ezt is kiválasztjuk. Körülbelül 304 Skyboxot fogunk szerezni, let's go, azt mondja, hogy pilóta lista, hát ez van, level 1-es pilóta, úgyhogy köszönjük szépen. A 7-es kapunál fogunk menni. Azt mondja, hogy erre lesz majd, de ugye először át kell mennünk nekünk is a security-n. Ugye azért általánosságban a légiutas kísérőknek van saját kapuja, de semmi baj. Flight meeting roomba nem nagyon tudunk bemenni, és nem is kell. Ez a kapitányok itt spónolnak? Oké. Na, azt mondja, hogy menjünk át egy ellenőrzésem. Oké, át kell mennünk a szkenneren. Semmi baj. Beállunk a szkennerbe. Scanning. Oké, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen, nem, nincsen semmi laptopon, meg semmit ki kell pakolni. Kezdjük el a beszállást, a boardingot. 7-es kapuhoz kell mennünk, igaz? Azt, hogy ott van, hogy Tutti Airline, jaj de jó, hogy kírja, a 4730-as repülő, gate 7-es. Mikor 3 óra 20-kor indul, most 1 óra 15 van. Keresjük meg a 7-es kaput, az 5-ös, 6-os, akkor valahol ellen lesz a 7-es. Érdekes, hogy légiutas kísérő vagyok és így rohangálok a reptéren, de semmi baj. Hello ladies and gentlemen, this is your captain from the flight deck. Kapitány. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Néz. Thanks for flying with us, and once again, welcome aboard. Ó, de jól néz ki. Nagyon szuper.
Jó napot kívánok, ez a saját légitársaságomat tudti ellány, úgyhogy szeretnék besítani a gépemre mindenféle papírok felmutatása nélkül. Nézzük. Mi ez a sípolás? Nem tudom. Na nézzük, azt mondja, hogy felvesszük a szalvétákat. Bezárjuk a... mindegy, benézzünk azért a kapitányhoz. Jó napot kívánok, kapitány urak! Hello, sziasztok! Hogy vannak? Ha jól vannak, remélem nem kellnek semmit enni, inni, mert én majd az utasokkal szeretnék foglalkozni. Jó, ide berakjuk a napkineket, becsukjuk az Istenem. Becsukjuk az ajtót. Itt mik vannak? Ó, nincsenek itt a safety toolok? Ja, csak így ki tudom venni belőlük. Oké, szuper. Azt nézem, hogy felszálltak, ennyien leszünk? Ennyien leszünk, mert igazából már lassan idő van, úgyhogy szerintem én becsukom az ajtót. Oké. És várjál, még végig kell néznem, hogy készen állunk-e a felszállásra. Itt a biztonsági övet. Nem, itt hátul van, hátra van döntve. Légy szíves, állítsd fel a... de ez így nagyon furcsa, ilyen picike gépbe. Légy szíves, uram, az ülését egyenesbe. Jó, nagyon szépen köszönöm. Itt úgy látom, hogy telefonozik. Azt mondja, hogy nem, ez teljesen rendben van. Köszi szépen, sorry, hogy zavartam. Jó, ő is teljesen rendben van, azért majd a telefonokat el kéne tenni. Be kéne kötni a biztonságjövet. Milyen rendesek ezek az emberek, be is kötik a biztonságjövet, meg minden. Mondja, ezt itt bezárjuk, és ezt itt bezárjuk. Van-e valaki a budellában? Nincs, szuper, úgyhogy becsukjuk. És akkor mehetünk is. Azt mondja, hogy jön is a kis kiszolgáló autó, mert úgy látom, hogy innen még ez a repülő nem saját magától áll ki, hanem kitolják, és akkor indulhatunk is. Azt nézem. Milyen feladataim vannak? Azt mondja, hogy suitcase retrieval. Ajaj. Valaki elvesztett majd a... mi az? Suitcase-ét, az sose jó. Na. Azt mondja, hogy departure... lehet kék, meg minden a fény. Nagyon jó. Mi az, hogy nincsenek bezárva az overhead? Jújjújjújjújjújjújjújjúj. Oké. Lámpákat leoltottuk. Nekem nem kéne majd leülnöm? Jó, megvan. Boarding music, safety információkat. Oké. Jó. Légy szíves, kapcsoljátok be a biztonságöveket, meg minden, mert mi éppen ráhajtunk a kifutóra, úgyhogy hamarosan nekem is le kell lesz ülnöm. Jó, mindenki becsatolta. Jó, meg majd a telefonokat el kéne rakni, kedves hölgyeim és uraim. Oké, kijárat. És akkor én is leülök. Jaj, de jó, nagyon jól megcsinálták ezt a szimulátorjátékot, csak ajánlani tudom. Oké, elmondja a... bemondani valót, mondjuk kicsit késünk, úgy látom, mert 3 óra 30-kor kellett volna indulnom. De semmi baj, már 5 óra van, nagyon gyorsan megy az idő itten mostan. De hát na, Ryanair, meg ilyen gépek, vizer mindig késnek, úgyhogy a Tutti Airline első útja, jó? Ez a legelső repülésünk itt, még ne haragudjatok rá. Oké, please be seated. Oké, leültem, kapitány úr. Oké. Nézzük a felszállást. Majd de szép a nap lementébe, felszállunk a saját légitársaságunkon, csak mintha egy álmomba válna valóra. De tötyögős a... Amúgy a kisgépeknél alapból is nagyon sokat repültem már életemben, nagyon-nagyon szeretek repülni, és aki követ Instant Kukaszön Sigergo, azt tudja is. Ugye minél kisebb a gép, annál jobban érzed a turbulenciát. Jó, kereket behúzta. Professzionális kapitányunk van, nagyon szép. Bajszos úriember, reméljük nincsen nála bomba, vagy valami, amivel a gépet eltéríti. Na, azt mondja, hogy én nekem fel kéne pa... Haló? Nem szállhatok fel, vagy nem állhatok fel, vagy valami, vagy még éppen szállunk felfele? Na, ha egyenes van a gép, akkor felállnék. Oké. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. Flight attendant should start their in-flight service shortly. Cruising van. Relax and enjoy the flight. Szöndje, hogy milyen fényre állítsam. Zöld, ne hát kék mindenféleképpen. Super seatbelt sign az be van kapcsolva? Kikapcsolom.
Jó, azt mondja, hogy foodot kell szervelnem. Kérjük a kartot. Először az innivalót. Igen, innivaló, egy Pepsit kér. Na hát egy tutti juice kéne, hogy kérje te. Kóla. Oké, okay, rendben van. Valami más? Chipset szeretne. Ő rendben van, oké, okay, de várjál, a chipsen mi van? Hogy működik ez? Ja, így kell chips. Igaz? Nem. Nut mixet szeretne. Oké, okay, I appreciate it. Még mindig szeretne valami innivalót te. Na most megeszi a nut mixet. A Pepsit kért, én meg Coca-Colát adtam neki. Némá! Oké, okay, megette. Ő funkot szeretne kérni. Azt mondja, olyan pofunk. Nem, ez bagel. Give bagel, here's your bagel, thank you. Egy kicsit furcsa, hogy benne állok itt a izével. Ő szintén nagyon szeretik itt az emberek a mogyi. A jó kis... You are cool, bro! Mi vagyok, életes? Stuárdes vagyok. Az mi az Isten? Bread roll. Tessék, bread roll. Jó, és inni mit szeretnél? Ő Pepsit szeretne inni. Inkább én nátok tutti juice, nézzek, itt van a háta van. Nagyon jó. Itt kér, ez szerintem Kaula. Tessék, itt a Kaula. Super. Ő pedig perecet kér, perecet. Igen, perec. Tessék. És inni pedig megkérdezzük, az mi? Az pedig Pepsi. Nagyon jó. Super. Ez meg is van. Oh-oh. This is your captain from the flight deck. We have started our initial descent and will be landing soon. Akkor. Thanks for flying with us and we hope to see you again soon. Jó, akkor bekapcsolom a seatbelt signt. Már mindjárt meg is érkezünk. Ja, fel kell szednem a kukát. Szemeteket felszedjük. Valaki nincsen jól. Mindjárt megkérdezzük, hogy ki nincsen jól. Ki az, aki rosszul van? Ő. Mi a baj? Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Jó, mi a baj? Allergiás reakciójuk van. Jézusom. Ja, a mogyoróra, mi? Hát nem kellett volna a mogyoró tenni, ha allergiás vagy. Jövök, 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 jövök. Tessék, itt a medkit. Thanks. Oké. Okay. Ki az, aki bekéne? Ó, hallod az ülésedet. Meg a seatbeltedet is csatolni. Neked is az ülésed. Légy szíves. Mi baja van? Hát... Ja, fel kell hajtani ezt. Jó, neki is felhajtani. A table-t. Ó, figyelj, nem segített neki. Még mindig rosszul van. Use PN chat. Medical emergency van. Oké. Okay. Van doktor esetleg? Ó, ott a doktor. Kövessen az utashoz. Itt van. Itt az utas. Ő az. Mi a baja? Hát allergiás reakciója van, te. Allergia. Allergiás problémája van. Oké. Megnézi, hogy mit tud vele csinálni. Elé áll. Hogy érzi magát? Viszont a table-t fel kéne hajtanod. Kapitány úr ideges lesz. Nem tudok vele interaktálni. Fel kéne hajtanod a tray table-t. Mit ad neki? Ő hogy hozta fel magával? Már meg is gyógyítottam, úgy kint meg dörög, meg villámlik, érted? Na, sikerült? Good job. Nagyon jó, ülj le. Köszönjük szépen. Fel kéne hajtanod az asztalt! Na, légy szíves. Köszi. Please be seated. Oké, okay, ülök le. Leszállhatunk. Kapitány, úrfi, be van minden kapcsolva, mindenki van pipálva, nézzük a leszállást. Közben van itt turbulencia, eső, meg minden. Oké, okay, kerekeket kinyitjuk, már látjuk a várost a láthatáron, látjuk a leszállópályát a láthatáron. Szuper. Na, vajon sikeres leszállásunk lesz? Nagyon remélem. Jó, átállítom a fényeket narancssárgára, jó? Ne kérdezd, hogy miért. És sikeres leszállás! Régi magyar légitársaságoknál, ugye a tapsolás ment a leszállásnál. Nagyon szuper, leértünk. Az Arrival-ra át kéne tennem. Jó, a kifutóról le kéne kanyarodni, kapitány úrfi. Úgy néz szépen. És rendes légitársaságok logója, Swiss Airline meg ilyenek. Nagyon jól meg van csinálva az a játék. Király, igen.
menjünk, akkor átrakjuk ezt Arrival-re. Még mindig nem tudom átrakni Arrival-re. Mindegy, ülve kell maradni, seatbelt side bekapcsolni. Mindenféleképpen. Hopp, ezt be kéne zárni. Bezártuk. Mikor kellett volna megérkeznünk? Azt mondja, arrival time 9 óra. Úristen, az hajnal 1 van? Ezt nem értem, hogy hogy. Pedig időben jöttünk is. Na mindegy. A hármas kapuhoz kéne beállnunk, szerintem ez lesz itt a mi helyünk, hogyha jól gondolom. Hm? Nem. Akkor az se lehet a mi helyünk, mert ott meg nincsen bridge. Azt úgy hívják ugye, amint kisétálsz. Általánosabban a low-cost airline-oknál, ilyen fapados gépeknél, tudjátok, mint ahogy mondtam, Ryanair, Wizz Air, EasyJet, ott nem fizetik ki az ilyen légi folyosót, a bridge-t, hanem ugye sétálunk. De a tutti airline-nál mi kifizetjük. Ú, jó sok időig megy ez a taxiing. Ó, lehet saját uniformom, meg minden. Saját bőröndöm, meg minden. Nagyon jó. Ú, lehet ilyen kitűzőnk is. Ezt szeretném felvenni. Hogy nézek ki vele? Ó, oh, hát nincs rajtam. Na, most már jó lenne, ha beállnánk egy kapuhoz. British Airways gép is van, meg minden. Na végre! Ide jöttünk. Ott van az irányító. Látjátok, hogy ide álljunk. Mondtam, hogy lesz légi folyosó. Van itt United-os repülő, Air Canada, British Airways mellé, legnagyobb légitársaságok mellé. Beállunk. Természetesen ezzel a mini kis repülővel, a nagyokhoz képest, milyen picik ez. És akkor ide irányíthatják nekünk a folyosót. Most már átválthatom Arrival-re. Oké, okay. Door open, passenger deplaned, overbent. Oké. Okay. Na, akkor újra van dolgom. Mondja, hogy zöldre állítjuk a lámpát. Ezt igen. Cabin crew, doors in flight and cross check. Jó, mindjárt jön ide nekünk a... Na, most már kinyithatom. Oké, okay, az ajtót kinyitjuk. Köszönjük, hogy a tuti légitársaságot választották. Legközelebb is repüljenek velünk, csak hogyha allergiás a magyaróra, ne egyen magyarot! Isten áldja meg. Jó, itt ki kell nyitni. Így, né. Oké. Okay. 184 skybuck. Quality. Seat upgrade. Miért csak 2 csillag lett? Service, safety. Hát öcsém, hálátlan emberek vannak itten. Pedig én nagyon odafigyeltem, szerintem minden nagyon rendben volt. De úgy látszik, az embereknek nem tetszett. Én már most tök szomorú lettem. Pedig annyira odafigyeltem, hogy minden jó legyen. Na hol vannak azok az utasok? Mindjárt megyek, azt megverem őket. Főleg az az allergiás, érted? Az életét megmentettem a repülőn, azt még közli, hogy izé... Kagi, a bejárat, ez teljesen más. Jönnek a bőröndök. És akkor újra itt vagyunk a kijáratán. Na, srác, ó, lett volna buggy. 6000 ér, nagyon jó. Na, srácok, szeretnétek folytatást még a Tutti Ligi társaságból, akkor veressetek erre a videóra egy lájkot, továbbá írhatnátok nekem tippeket, trükköket a játékkal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett nektek a videó, akkor veressetek egy lájkot, ha nem, akkor nyugodtan egy dislike-ot ezerezén, de azért remélem jól éreztétek magatokat, ne felejtjétek el, hogy az isteni tutti frutti ízű üdítő italok, a tutti juice-ok legyenek veletek minden egyes nap. Na, szevasztok!